mi van most nyárban, jönnek fesztiválok, ugye egyre ilyen, hogy mondják, nemzetközibbek lesznek itt a fesztiválok Magyarországon is, tehát én megismerkedtem egyik fesztiválon úgy spanyolokkal, nem tudok spanyolul, mondjuk éjfélkor azt mondták, hogy lengyelek. És hajnalban derült ki miskolciak, csak nagyon részegek, tehát... Meg egyszer egy tojtojburi előtt negyed órát beszélgettem egy budapestivel angolul, budapesti sráccal, de ő kezdte, megkérdezte angolul, hogy foglalta vécé, mondtam, yes, csak akkor így szóba legyettünk, hogy where are you from, mondom, from Romania, oh, so you are Romanian, no, I'm Hungarian from Romania, oh, do you speak Hungarian, yes, and you, I'm from Budapest, oh, do you speak Hungarian, yes, me too, oh, my dear friend. És így nyomtuk negyed órát, végén úgy búcsúztunk el, hát akkor szevasz. Megpecsételtük a magyarságunkat. Egyébként ilyen fesztiválokon jövök rá, hogy teljesen fölöslegesen jártam én társasági táncra, azt képzeld, de 4 évig mentünk össze-vissza zenére. Egy hasznos táncot nem tanultunk, amit fesztiválon tudnál használni, ugye, mert ki fog Prodigy-re csacsacsázni, nyilván senki. És rájöttem, az igazi fesztiváltánc lényege mi, hogy mindegy, hogyan mozogsz, az a lényeg, a bal kezed így fixen kell álljon, mert abban van a sör. De ilyen egyszerű az egész. De nem is olyan egyszerű, azt hinnéd, hogy egyszerű az él, hogy ne lötyögjön ki. Jobb kézzel azt csinálsz, amit akarsz, ugye, mert abban a cigi van, tehát annyira kell ügyelni, hogy valakinek a szemén kiolcsad, mert megint meg kell gyújtani, nem olyan az íze. Amúgy figyeljük meg, minden fesztiválon kétféle tánc van, egy időben, egy a színpad előtt, a másik a tojtojbudiknál, egy kicsit bugisabb, ki vannak esme a ritmusból. De fesztiváltánc, meg kell tanulni, nem egyszerű. Én láttam olyan kezdőt az egyik fesztiválon. Nagyon ügyesen mozgatta magát. Szépen fixen tartotta a bal kezét, nem volt semmi baj vele, de a sör a jobb kezében volt, amivel hadonászott. Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire.